Érdekes történet Boris Bulajicé, a Honvéd által tönkrevelt Cserik Niksicstől érkezett, és most gólt szerez a Honvéd ellen, no de azért egy Rajcit is ki kell emelni. Mindenképpen egy nagyon jó tempótámadás volt, nagyon jól futotta végig azt az üres területet, és nagyon jó ütembe kapta vissza, hát mondjuk kellett hozzá Rajci, és kellett hozzá védő, mert én mindig azt mondom, hogy a magyar védőknél sajnos nagyon sok esetben előfordul, hogy várják, hogy a labda érkezzen hozzájuk, bár Lovrics nem nevezhető magyarnak, de ettől függetlenül nem támadják meg a labdát, tehát hogyha Lovrics elé megy, és akkor el tudja rúgni, így viszont Rajci ki tudott nyúlni a lábával, és így a kényszerítő jó volt. Lendületben is maradt a Kecskemét, és Tesztárdiról majdnem saját kapujába pattan a labda. És egy kimondottan jó beadás volt, kicsit kifutott a labda, ahol jól láttam, pont Rajci. Lehetett volna ebből többet kihozni. A vendégcsapat éledezik, ezt a 23. percben jelzi Hidi lövése. Jól eltalált lövés, azért azt gondolom, hogy nagyon nagy veszélyt nem jelentett. Ezt a kapusnak reagálni kell. Talán még mellé is ment volna, most jól láttam. Németh Viktor. Egy újabb védése, ezúttal Vícsei lövését hárítja. Ez már sokkal nehezebb volt, hogy kicsit takarásból behúzza és beeső csőddel elrúgja hosszúra. Ezt nagyon kell figyelni a kapusnak, hogy utolsó pillanatban veszi észre az ilyen lövéseket. Gyorsan jön a hazai csapat válasza. Leo beadása és Balázs megszerezhette volna a második gólt. Mondhatom azt is, hogy eddig, a meccs eddigi legnagyobb zicsere. Ez nagyobb helyzet volt, mint a gól, amit rúgtak. Viszont itt megint egy beívelés a másik oldalon, Hollander. Ez is nevezhető helyzetnek, ezt azért jobban meg kell tudni fejelni, elég tisztán fejelhetett a játékos. Talán picit zavarta a felugró védő előtte, nem véletlen rossz idegeskedése. Hát még milyen ideges lett volna, ha bemegy itt a 46. percben Leo lövése. Jól veszi át, érdekes, kifelé húzza meg, és picit elkapta a külső, de ebből nagyon jól látszik, hogy hát Kemenesnek nem sok közelet volna el, ehhez a lövéshez, ezért találja kaput.